Felsőnyék önkormányzata 7 éve már, hogy évről évre meghívja a település szépkorú lakosait idősek napja alkalmából egy közösen eltöltött délutánra. A település művelődési háza ünnepi díszbe öltözve várt rájuk, ahol helyi fiatalok szívből jövő műsorát tekinthették meg elsőként. Jó érzés, hogy megnéztük, hogy 260 valahány olyan idős van már. Most már visszavittük ugye 60 évre, mi valamikor 65 évest hívtuk, de akkor kevés volt. Most visszavittük 60 éves korra, és így azért 200 valahány embert hívunk. Hát olyan 80-an vannak is itt, látom a meghívottak közül. De hát ugye a fiatalabbak azok még 3 órakor dolgoznak. Most azért tűzzük ki 3 órára mindig, mert ha későbbre, akkor az idősebbek már nem jönnek el. Helyi iskola, óvoda, tehát mindenki beszállt, úgyhogy elég hosszú műsor volt. Különben is ugye ebbe a nehéz gazdasági helyzetbe nem vagánykodhatunk a pénzzel, tehát most nem úgy van, hogy sztár vendégeket hívunk. A meghívottak sztár vendégek nélkül is jól érezték magukat, hiszen a jól ismert fiataloktól kaptak egy jól begyakorolt, szívbe markoló műsort. Az elmúlt években is mindig arra törekedtünk, hogy valami helyi terméket mutassunk be. Tehát például az elmúlt évben kimondottan a sajtkészítőket, a helyi borászokat. Most a borász persze mindig jelen van, tehát az évről évre kísér bennünket, de most viszont volt itt egy süti tanfolyam, ugyan volt 2 is, egy mézes kalácsos tanfolyamot is szerveztünk itt helybe, mert ugye berendeztünk egy nagyon szép kis, a konyhát is felújítottuk, de nem ott tartottuk, hanem van egy ilyen feldolgozó üzemünk, ahol vettünk nagyon modern sütőberendezést, meg mindent, és a lányok ott boldogan sütögettek, és most is elvállalták, hogy a süteményt, meg a sós és az édes süteményeket ők készítik az idősek napjára. A tartalmas délután programjai között kapott helyet az országos rendezvénysorozat helyi programja is, amelynek keretében Kovács Gábor muzsikus a házi hangszerkészítés rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket, tudtuk meg a szervezőtől. Mivel az országos könyvtári napoknak a programja az esélyegyenlőség, ugye ez az előadás a Gáboré volt az, hogy a múlt ismerete a jövő esélye, és a másik előadás pedig az esély az egészséges élethez, és ez pedig a Nordic Walking sportot, egy könyvbemutató, Galambosi László, aki tulajdonképp Felsőnyékről származott, és ezért gondoltam kis meglepetésként, mert nem tudják ám, hogy Galambosi László lesz az idősek, úgyhogy hiszem, hogy örülni fognak majd neki. A már említett mézes kalács szakkör pedig pont egy éve ugyanezen a rendezvényen vette kezdetét. A Nemzeti Művelési Intézet meghirdette a szakkör programot, és akkor mi is csatlakoztunk ehhez a szakkörhöz, és akkor a tavalyi idősek napján kértem, hogy jelentkezőket, és aranyosak voltak, 4-en jelentkeztek is, és különösképpen Binder Juditot említeni, mert azért ő már valamennyire értett a mézes kalácshoz, és 2 fiatalabb anyuka és ügyes anyuka csatlakozott, úgyhogy augusztus végére sikerült nekünk a kiállítást megszervezni, és az időseknek az ajándékot is felkért az önkormányzat, hogy így akkor a szakkör készíti, szép kis mézes kalász hímzett szíveket készítettünk nekik. A rendezvényt úgy hirdették meg a szervezők, hogy a felsőnyéki nagyik mesélnek. Ez egy burkolt felkérés is egyben a helyiek számára. Az a lényege, hogy ez is egy újabb közösséget, hogy tudjunk szervezni, mert az az igazság, hogy Felsőnyéknek még nincsen Felsőnyék története könyve, és akkor már elkezdődött évek óta, hogy gyűjtögetjük a fényképeket, régi iratokat, és akkor szeretném majd felkérni az időseket itt a műsor végén, hogy aki örömmel csatlakozna, fogadjuk, hogy együtt nézzük meg, hogy mi is történt akkor a fényképekkel, milyen események voltak, és közösen algassuk meg Felsőnyék története könyvét. Az asztalon sok-sok finomság várt a meghívott vendégekre, amik helyben szeretettel készült sós és édes apró sütemények voltak. Itt indult a Bocorande a segítségének köszönhetően sütemensütő képzés. Ez a gyesenyévő anyukáknak volt egy nagyon jó lehetőség, hogy ingyen végezhették ezt a tanfolyamat, sőt még fizetést is kaptak érte, és a Bocorande aktivitásának köszönhetően végig összetartotta, ha jól emlékszek, 25 főből álló csapatot, és mindnyájan elvégezték, és mivel az önkormányzat biztosította nekik a helyet, gáz, villany, mindent, ami kellett hozzá, könyvtárban pedig az elméleti oktatás volt, így a könyvtár is részt vett így a hely adásában,
és hát így ezt hálájuk kifejezéseként valamennyien készítették a süteményeket nagy örömmel. A délután folyamán önfeledten beszélgettek a már rég nem látott ismerősök is a felsőnyéki idősek napján.